miniszterelnökséget vezető miniszter és Német Szilárd kormánybiztos bejelentette, a kormány energiavészhelyzetet hirdetett, valamint egy 7 pontból álló intézkedési tervet fogadott el, amely augusztusban lép életbe. A Német Szilárd által közölt adatokból az jön ki, hogy az áramfogyasztás az eddigi 36,9 forintos kilowattóránkénti ár 252,4 forintra emelkedik, a földgáz fogyasztásnál a 110 forintos köbméter ár helyett 910 forint lesz a költség. A változás lényege, hogy a most bejelentett intézkedések a lakosságra, a hétköznapi emberekre és a családokra vonatkoznak. A kormány megnézte az átlagos magyar áram- és gázfogyasztást, ebből kiindulva azt mondja, aki az átlag felett fogyaszt, azt kénytelen lesz megfizetni a piaci energiaárakat. Aki a túlfogyasztó kategóriában van, ő mostantól piaci áron fizet az energiáért. Az áramfogyasztás esetében a 210 kWh, a gázból pedig a 144 köbméter fogyasztás jelenti majd a havi limitet. Egy átlagfogyasztó ma rezsivédetten 7750 forintot fizet az áramért, ám ha nem lenne rezsicsökkentés, akkor ugyanez piaci áron 50833 forint lenne. A gáz esetében a rezsi támogatott ár 15833 forint szemben a piaci árral, amely 131441 forint lenne. És akkor most Flesman Balázs energiapolitikai szakértőt kapcsoljuk. Jó reggelt kívánok Skype-on. Jó reggelt kívánok. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta így a meghívásunkat. Emiliának ugye meg a nézőinknek már említettem, nem tudom, hogy látta itt a beköszönésünkben, hogy magammal hoztam az egyik számlámat, csekkemet. Én 60 négyzetméteren élek, elég kevés időt tartózkodom otthon, általában csak este érek haza, főzni szoktam, mosni szoktam, mosogatni szoktam, meg ilyesmi, de nem vagyok egy nagy energiafelhasználó, azt hozzátehetem. Nekem 308 kilowatt a havi átlag számításom, vagy a fogyasztásom. Akkor én most jelentősen belecsúszok ebbe az átlag fölötti fizetésbe, ugye? Igen, tehát az a helyzet ezzel az átlaggal, hogy ezek az átlagok valójában az összes magyarországi mérőhely együttes átlaga. És ebbe tulajdonképpen benne vannak azok a nyaralók, időlegesen használt létesítmények, amik ugye nyilván lefelé viszik ezt az átlagot, és én is azt gondolom, hogy egyébként egy lakott lakásnak a normál fogyasztása az nagy valószínűséggel egyébként e fölött az érték fölött van. Uh-huh. Tehát igen, a tapasztalatok általában ezt mutatják. Nagyon nehéz ilyen statisztikát találni, próbáltam most a műsorra való felkészülésbe keresni olyat, hogy különböző fogyasztói szegmenseken belül hogy oszlik meg a magyarországi fogyasztás, de sajnos nem sikerült ilyet találni. Igen, a társasházban lakom, ugye a gázt meg nem tudom megmondani, mert ott aztán valami átlagot fizetek. Menjünk is tovább, Felsman úr, mert ugye Emiliával is mondtuk azt, hogy bár augusztustól kell, ugye ezt majd fizetni, de itt most mindenki, nem azt mondom, hogy bizonytalan, de azért úgy érdeklődik, kíváncsiskodik, mindenki összehasonlítja mindenkivel ugye a fogyasztását. Mit szólt ön ahhoz a kormányzati bejelentéshez, hogy Magyarországon energiaveszélyhelyzet van? Én azt gondolom, hogy egyébként nyilván ez a szó ez olyan erős, hogy veszélyhelyzet van, de ezt a magát a veszélyhelyzet szót ezt használjuk az energia szabályozásban egyébként, vannak vészhelyzeti tervek a gáz és az áram szektorban is, és én azt gondolom egyébként, hogy indokolt nem farkast kiáltani, hanem egyébként óvatosnak lenni. Tehát nem tudhatjuk azt, annyi minden történt ebben az évben, annyi kiszámíthatatlan dolog történt Oroszország irányából, hogy én azt gondolom, egyébként most az egy bölcs dolog, és ez összeurópai szinten mondom, nem csak magyar szinten, hogy inkább a legrosszabb forgatókönyvre készüljön Európa. Ehhez képest egyébként én remélem, hogy a valóság egyen jobb lesz, de én úgy gondolom, hogy most felelősség teljesen jobb az óvatosság. Hogy tehát miért, én azzal egyetértek, hogy erről most komolyan beszélünk, és a szóval magával is egyetértek, hogy a kormányzat ennek kiemelt prioritást ad. Köszönöm szépen, hogy ezt elmondta Felsman úr. Ezt csak azért is kérdeztem, mert Jábor Benedek volt EP parlamenti képviselő, és itt volt nálunk, és ő például azt mondta, hogy ez egy felelőtlen kijelentés volt mondjuk a kormányzat részéről. Ráadásul most úgy tűnik, hogy az Európai Bizottság megdorgálja a magyar kormányt azért, hogy hűha, nem jelezték ezt nekik előre, hogy majd Magyarország ezt bejelenti, hogy Magyarországon energia veszélyhelyzet van. Nem tudom, hogy ön ismeri ezeket a politikai protokollokat, hogy mit kell bejelenteni, vagy mit nem.
Ugye háromszintű szabályozás van a gázszektorban, ennek három különböző szintje van. Ez az első szint egyébként, ez tulajdonképpen ez egy ilyen felkészülési szint. Tehát én erre utaltam egyébként az előbb, hogy én úgy gondolom, hogy jelenleg vagyunk olyan helyzetben, hogy az első szint az indokolt. Tehát a fokozott figyelem az mindenképpen indokolt. Ugye a második, harmadik szint az, amikor már beavatkozások is vannak, a harmadik szinten vannak korlátozások. Még mint energiapolitikai szakértő, hogyan látja a kormányzat jókor és jó döntést hozott akkor, amikor azt mondta, hogy a több mint 10 éve érvényben lépő rezsicsökkentés, hogy mindenkinek segítség tulajdonképpen így a megélhetését, de bizony eljött az idő ahhoz, hogy ehhez most hozzá kell nyúlni és differenciálni kell. Igen, én azt gondolom, hogy ez már a választás előtt is látszott, hogy ez a politikai termék ez ebben az árkörnyezetben fenntarthatatlan lesz, és akár kialakít kormányt, ehhez valamilyen módon hozzá kell nyúlnia. Tanulságos egyébként a folyamatot követnünk, egy hónap, nem is telt el azóta egy hónap, néhány héttel ezelőtt a kormány előbb a kisvállalkozásoknál vagy mikrovállalkozásoknál Igen. avatkozott a rezsicsökkentésbe, és csak azért, hogy a nézőink is értsék, hogy ez mit jelent már ez a politikai termék, hogy azért, hogy fenntartható legyen ez a 36 forintos áramár, lakossági áramár, ezért most már 5 forintra kellett csökkenteni a lakossági áram, tehát magát az energia komponensét ennek a 36 forintnak, azért, mert egyébként a hálózati díjak is drágulnak, miközben a rezsicsökkentésből kivezetett vállalkozások 100 azt hiszem, hogy 107 forint, igen, 107 forintos áron kapják úgynevezett végső menedékesként augusztus 1-től az áramot. Tehát az 5 forint és a 107 forint áll egymással szemben. Én azt gondolom, hogy ez is rámutat arra, hogy ez mint politikai termék fenntarthatatlan ebben az árkörnyezetben. Tehát az, hogy ezt hozzá kell nyúlni, az egyértelmű. Én azt gondolom, hogy a differenciált hozzányúlás az is jobb, mint hogyha fűnyíró elven nyúlnak hozzá. Én nekem, ami most nagyon hiányzik a bejelentésekből, az, hogy nem egyértelmű számomra a mögé tett szociális háló. Tehát, hogy egyébként egyfelől azt gondolom, hogy indokolt valamilyen módon a piaci árakat bevezetni a lakossági körbe is, de nekem most hiányzik az, hogy mi ennek a másik lába, tehát a szociális lába. Ugye erre még lehet, hogy várnunk kell egy picit, aztán ennek a hátterét is megismerjük. Azért egy olyan világot élünk, amikor nem csak politikusokat helyesen, hanem szakértőket is megszólaltatnak, mire kell felkészülni a világnak és Európának. Azért kérdezem Európát, mert a Shell vezér nyilatkozatát biztos ön is olvasta, aki azt mondta, igazán kemény tél elé nézünk Európában, az árak tovább fognak emelkedni, és a legrosszabb esetben olyan helyzetbe kerülhetünk, hogy fejadagolnunk kell. Magyarán szólva azt mondja a Shell vezérigazgatója, hogy Európának fel kell arra készülni, hogy egyszer csak megmondják, hogy mennyi üzemanyag, mennyi áram, mennyi földgáz, nem tudom, de ebből a mondatból ez derül ki. Ön is reálisnak látja, hogy ilyen világ elé nézünk? Én azt gondolom, és ezzel is kezdtem, ugye, hogy azért gondolom, hogy erről most beszélnünk kell, mert nagyon remélem, hogy ez elkerülhető lesz, de egészen biztos, hogy egy rendkívül nehéz időszak előtt áll Európa. Ez egy olyan időszak, főleg a gáz tekintetében, amikor ezt az oroszországi függésről való leválást, ezt egyszer végig kell csinálni, ennek ez a tél, ez borzasztó nehéz időszaka. Körülbelül 160 milliárd köbméter volt az orosz gázimport, ennek egyébként most már nagyjából a felét az Európai Unió helyettesíteni tudta más forrásokból, de az az igazság, hogy ezt a másik 80-at nagyon nehéz megoldani, és emiatt utalnak egyébként arra szakértők, cégvezetők is, hogy bizony az a 80 milliárd köbméter egy nagyon negatív forgatókönyv esetén hiányozhat az európai energiarendszerből, és ha ez hiányzik, akkor igen, az azt is jelentheti, hogy korlátozásokat kell bevezetni. Azért annyiban hadd nyugtassam meg a nézőket, hogy azért a korlátozási sornak a legvégén van a lakosság. Tehát ez, amikor erről beszélnek szakértők, cégvezetők, akkor elsődlegesen azért sokkal inkább ipari korlátozásokra gondolnak, sem mint lakosságira. Hát igen, de hát ez meg maga után húzza, vagy vonja azt is, hogy akkor az árak, a munkanélküliség egészen más statisztikát igen. fog mutatni. Még egy utolsó, részben politikát érintő kérdés ez, de mint szakértő azért biztos tud erre válaszolni. Ugye a Gazprommal kapcsolatos szankció meghozatala, ugye a magyar kormány részéről Szijjártó Péter már említette, sőt ki is jelentette azt, hogy ők nem fognak egy ilyen szankciót, vétót megszavazni. Hát
Én megmondom őszintén, ezeket nagyon nehéz kommentálni, ugye nagyon sok bejelentés hangzott el a különböző szankciókhoz kapcsolódóan korábban is, hogy mit támogatunk, mit nem támogatunk. Eddig azért azt lehetett látni, hogy Magyarország az európai közös szankciók mindegyikét megszavazta. Nagyon nagy kérdés egyébként, hogy mi a következő szintje a szankcióknak. Tehát azt gondolom én is, hogy a gázellátást az tulajdonképpen nem nagyon értelmes dolog szankcionálni, mert hogy, mint látható, itt egy kicsit meg is fordult a világ, és egyre inkább úgy tűnik, hogy ezt Oroszország próbálja fegyverként használni, hiszen az utóbbi időszak, az utóbbi hetek eseményei, ugye a szakaszos gázellátás, most ugye az északi áramlat karbantartásra hivatkozott leállítása azért inkább azt mutatja, hogy itt most nem az Európai Uniónak kell újabb szankciókat bevezetnie. Felsman úr, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Még egy utolsó, tényleg 2 másodperces választ várok öntől. Ön megnézte már a saját csekkjét? Abszolút, és én is fölötte fogyasztok az átlagnak. Ugye, amit itt azért az árakban látunk, én azért ennél egy kicsikét bizakodóbb vagyok, nem hiszem, hogy ilyen nagy lesz a szorzó, de nem tudjuk ma még kiszámolni egyébként, hogy mennyit fog jelenteni az a 5330 megazsúl fölötti rész, akinek most a gázszámlája kezébe van, vagy az, és megnézi az éves fogyasztást, ott megazsúlt láthat rajta, akinek ott 5330-nál nagyobb szám van, azt érinteni fogja ez a számolni, rendelkezés. Számolni fogunk mi magunk is a következő napokban. Köszönöm szépen, hogy itt volt a rendelkezésünkre, hát minden jót!